Azt kérdezi egy hölgy, hogy milyen implantátum márkát válasszak, ha többféle van egy adott rendelőben, és mi alapján döntsek. A, tudok egy nagyon bonyolult választ adni, de a nagyon bonyolult választ szerintem itt most senki nem fogja megnézni. Ha nagyon egyszerűen akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy nagy neves gyártók, régi, jól bevált, több ö, több ö, tudományos anyaggal alátámasztott implantátum előállítók rendszereit kell alkalmazni. Szóval nagy neveket kell alkalmazni, mert mindig vannak újak, mindig vannak innovációk, de azt nem tudjuk, hogy ezek a gyártók mondjuk 5-10 év múlva is még a piacon lesznek-e, vagy egész egyszerűen nem lesz hozzá implantátum. Tehát mi a rendelőnkben csak ilyen implantációs rendszereket használunk, és ezekkel nekünk nagyon jó tapasztalataink vannak, tehát akár melyik mondjuk két évtizeddel ezelőtt beültetett implantátumhoz valamilyen alkatrészre van szükségünk, akkor az adott gyártó ezt szállítja nekünk. Még egy most feltűnő és esetleg majd eltűnő gyártóval ugyanez nem mondható el, akkor már el kell kezdeni bizonyos utángyártásokat kérni itt ott cégeknél, az már nem lesz az igazi. És azt is hozzá kell tennem, hogy nem mindig hagyjuk ezt a döntést a páciensre, sőt, tulajdonképpen, hogyha mondjuk az árfekvésben dőlőre tudtunk jutni, hogy körülbelül milyen áru implantációs rendszerben gondolkozhatunk az adott páciensnél, akkor onnantól kezdve az adott implantációs rendszereken belül vannak különböző formák és méretek, amiket mi már szakmailag fogunk majd eldönteni. Az előzetes vizsgálatok, a CBCT alapján, a csontkínálat alapján, stb. Szóval van ennek a dolognak olyan komponense is, ami egyértelműen orvosi kompetencia és nem a páciens döntése. Ezt természetesen elmondjuk, hogy ennek mi, a, mi az oka, de a döntés jogát ebben a tekintetben magunknál tartjuk.